Jó napot kívánok, vagy jó estét, vagy jó reggelt, kedves nézőink, attól függően, hogy ki mikor nézi. Többször is meg lehet nézni, mert annyira érdekes lesz. Biztos tudják, hogy miről fogunk beszélni, mert mindig a legaktuálisabb témákról beszélünk, de ha bemutatom szakértőinket, akkor egész biztos, hogy tudni fogják, hogy mi lesz a téma. Magyarics Tamás, professzor, egyetemi tanár, van-e ki ilyen nevet nem ismeri, aki Amerikában foglalkozik, és Rada Péter, aki csak azért nem annyira ismert, mint Magyarics Tamás, mert még fiatalabb egy kicsit, de jó úton van e felé. Nem is mondja, hogy a Péter fiatalkor ellenére rektor helyettes a Metropolitan Egyetemen. Tamás meg én már tudjuk, hogy professzornak jó lenni, ilyen funkciókat nem szabad vállalni, mert azzal csak baj van. Péter még nem tudja, de majd rá fog jönni. Szóval Amerikáról fogunk beszélni, mert mint tudják, választások voltak Amerikában. Ugye ezeket a félidős választásokat nem szoktuk nagyon figyelni. Mindig van neki jelentősége, de most nagyon nagy jelentősége volt. Ha valaki véletlenül nem tudná, akkor megkérjük Tamást, Magyarics Tamás professzor urat, hogy mondja el, miért volt most nagyobb jelentősége, vagy van nagyobb jelentősége, mint máskor. Mindenkit köszönöm a meghívást, és hát én is akkor a nézőket is üdvözölném. Azért volt jelentősége, mert a Biden adminisztráció első két évében demokrata elnök, demokrata többségű kongresszus volt mindkét házban, és ennek megfelelően úgymond az elnöknek az élete könnyebb volt, azt nem mondom, hogy nagyon könnyű volt, de belpolitikailag elég sok mindent át tudott vinni, és hát többek között összesen egy 3,5 billió dolláros hát gazdaságélénkítő csomagot különböző nevek alatt. A határvédelem kérdésében voltak új intézkedések, megszüntették többek között azt a híres 42-es felhatalmazási törvényt, a Title 42-t és így tovább. Viszont a félidős választásoknak a tétje az volt, hogy a republikánsok vissza tudják szerezni vagy a kongresszus egészét, vagy pedig akár egyik vagy másik házat. Hát most már tudjuk, hogy csak az alsó házat, tehát a képviselőházat tudták megszerezni. Ez azt jelenti, hogy az elnöknek a belpolitikai mozgástere azért szűkülni fog. Tehát nem tudnak a demokraták most már a következő két évben nagyszabású törvényjavaslatokat átvinni. Elég éles viták várhatók többek között a költségvetési vitában. Az elnöknek van egy egérútja, úgymond, ugyanis elnök rendeleteket is ki lehet adni, amelyek gyakorlatilag egyenértékűek a törvényekkel. Nem minden esetben, de nagyon nagy részben, csak azoknak átültője az, hogy egy új elnök egy tolvonással meg tudja szüntetni, mint ahogy például Biden is rengeteg Trump által kiadott elnök rendeletet megszüntetett. Tehát magyarul a következő két évben Bidennek számolni kell egy eléggé erős ellenzékkel, és az az ellenzék feltetően megpróbálja abba a pozícióba manőverezni egyrészt az elnököt, hogy népszerűtlenebb legyen, mint amilyen. Még annál is, ami hát elmiattban eléggé nehéz, mert 41-42%-on áll. Másodszor pedig azért vigyázni kell a republikánusoknak, hogy ne csak az obstrukcióba merüljön ki a tevékenység, mert ez 2024-ben visszülthet az elnöki és kongresszusi választásokon. Tehát, ahogy Biden mondta, mind a két félnek bizonyos fajta kompromisszumra kell törekedni. Ebben a helyzetben sokan felidézik a 90-es éveket, amikor Clinton állt szembe Newt Gingrich is vezette republikánusokkal, és akkor eléggé sok kompromisszumos törvényjavaslatot fogadtak el. Igaz, hogy akkor nem volt ennyi a megosztott az Egyesült Államok, mint most, és akkor a divat idézőjelben, legalábbis az Angol-Szászországban a harmadik út volt, tehát ez a Blair-i harmadik út, vagy a Clintoni harmadik út, most pedig hát azért tudjuk, hogy nagyjából a mostani választások is azt jelzik, hogy Egyesült Államok nagyjából egy 50-50 társadalom, tehát nagyon kiegyenlítettek az erőviszonyok. Péter, a fogadóirodák elég nagy mértékű republikánus győzelmet vártak, ami elmaradt, abszolút elmaradt, és hát egy ilyen 50-50 megosztást láthatunk. Én azt gondolom egyébként, hogy
hogy az nem egészséges, hogyha ha a két ház és az elnök ugyanaz a párt, ugyanabban a pártban van, akkor az ellenőrzés azért gyengébb. Tehát mondjuk nem kell krokodilkönnyeket ejteni azoknak sem, akik demokrata pártnak a hívei ebben a felállásban. De miért tévedtek ekkorát a fogadóirek? Jó, mi magyarok hozzá vagyunk szokva, hogy nagyokat tévednek, de hát azért Amerikában talán jobb lenne az előjelzés. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát a fogadóirodák meg a közvéleménykutató intézetek kicsit eltér, hogy ők mire jók, vagy mire használhatóak. A mindig elvárás, és a fogadóirodánál inkább ez jön elő, hogy egy félidős választás, főleg első ciklusos elnök esetében az elnök tevékenységéről egyfajta országos közvélemény, tétre menő közvéleménykutatás, és az utolsó elnök egyébként George Bush volt 2002-ben, aki első ciklusos elnökként az első félidős választáson meg tudta erősíteni a pozíciót, nem, hogy nem elveszítette. Igen, de hát az a szeptember 11 után. Igen, tehát annak az meg volt az oka. Azóta azt lehet mondani, hogy hagyomány, hogy megbüntetik a választók a vélt vagy valós nem betartott ígéretek miatt az elnöki tevékenységet. Vagy és nem betartott ígéretek. Vagy hát, hogyha nem tett, igen. Tehát attól függ, hogy melyik irányból nézzük, és ebben az esetben arra tenni a tétet, hogy ez megismétlődik, nyilvánvalóan az a gyakoribb. Tehát, hogyha fogadóirodát nézzük, akkor az a fogadóiroda szempontjából kifizetődőbb, hogyha kisebb occot ad, vagy pontosabban kevesebb pénzt fizet ki. A közvéleménykutatók nem tévedtek akkorát egyébként. Itt megint az relatív, hogy mekkorát téved egy közvéleménykutató, mert itt pedig az lett a hagyomány, hogy a közvéleménykutatások hatalmasokat tévednek. Tehát 2016-ban nagyon-nagyon félre sikerült mérni. Lehet ezt sok mindennel magyarázni magával a módszertannal, ahogy a közvéleménykutatók működnek, hogyan érik el a szavazókat, mekkora az a minta, amit reprezentatívnak tartanak, mennyi rejtőzködő szavazó van. De leginkább az, hogy a közvéleménykutatás országos szinten és a bonyolultság az amerikai választási rendszernek, ez tehát nem annyira működik szinergiában, tehát rendkívül nehéz leszűrni az adatokból, hogy egy konkrét versenyben ez hogyan fog megvalósulni. Ez nyilván az elnökválasztásokkor abszolút igaz. Itt is szövetségi szintű választásokról is beszéltünk, tehát a szenátus egyharmada és a képviselőház egésze esetében, de itt árnyalja a helyi politikai viszonyoknak a tulajdonságai. Hogyha helyi politikáról beszélünk, azért ezek a körzetek, amik a képviselői körzetek, átlagosan 6-700 ezer fős körzetekről beszélünk. Tehát ott a képviselők a figyelmen kívül hagyják a helyi igényeket, és csak a nagy politika irányába fordulnak. A nagy politikát méri pontosabban a közvéleménykutatás, és akkor ők elveszíthetik azokat a körzeteiket. Tehát itt ez magyarázhatja a pici eltérés, de van a közvéleménykutatás, ha országosan nézzük, az egy republikánus előnyt mutatott. Pár százalékos republikánus előnyt, és ez végül is lecsapódik. Tehát nem tudjuk a végleges eredményét a szenátusnak, tehát hogy vagy 50-50, tehát a jelenlegi helyzet áll vissza a megismételt szavazás után Georgiába, vagy egy 51-49-es arány alakul ki. Igazából ez mindegy, mert a demokraták uralják a következő két évben is a szenátust. A képviselőháznál pedig biztosította a republikánusoknak a nagyon minimális többsége. Mai állás szerint még egy hét körzet, ahol még számolnak, de ennek ellenére pontosan az a 218-as határt elérték a republikánusok. Azért ez nem megnyugtató. Tehát mert itt még, hogyha az a hét mind, szerintem nem mind fog a demokratákhoz menni, akkor egyfős többsége van a republikánusoknak. Az a helyzet, hogy a demokraták sem uralták egyébként a képviselőházat annyira eddig. Tehát ugyanúgy nagyon, tehát minimális vagy kicsi volt a demokratáknak az előnye. Ezt fordították meg, ezt a minimális előnyt a republikánusok.
Tehát a később fölmerül kérdésként sok mindenre lehet ebből következtetni 24-re, de akkor én most megállok, hogy ha esetleg abba az irányba haladunk. Igen, következtessünk egy kicsit. Tamás, ha azt mondom, hogy Donald Trump, mit mondasz rá? Hát azt mondom, hogy egybehangzó vélemények szerint, vagy a 90% egybehangzó vélemény szerint ő az egyik potenciális vesztese ennek a választásnak, ugyanis hogyha valóban abban mondjunk, amit mondtál korábban, hogy a republikások nagy győzelmét várták, és azon belül azt várták, hogy a Trump által támogatott jelöltek fognak tarolni. Ez nem jött be, felemás eredményt értek el a Trump által támogatott jelöltek. Nem annyira rosszat, mint ahogy sokan mondták, de például az általa támogatott szenátori jelöltek között 9 bejött, 7 nem jött be, de minden esetre nem annyira erősödött meg, mint ahogy vélte, vagy gondolta. Ugyanis az volt az elképzelés, hogy hogyha a fődés választásokon a trumpisták úgymond nyernek sorozatban, akkor ezzel igazolva látja ő, és látják sokan, hogy ő egy nyerő ember. Viszont ilyen pillanatban inkább azt látják, hogy ő egy nem nyerő ember, hiszen 2018-ban elvesztették a republikánsok a fődés választásokat, 2020-ban ő maga vesztett, és 2022-ben sem nyertek a republikánsok gyakorlatilag úgy, hogy szerettek volna, és mind a három, de legalábbis az utolsó kettő az nagyon nyerhető lett volna, hiszen hát Biden nem egy Kennedy volt, hanem egy nagyon erős jelölt, és most pedig annyi minden szólt a republikánsok mellett, a gazdasági helyzettől kezdve az elnöknek a botlásai és a megélhetési költségeknek az emelkedése, a benzinár emelkedés, az afganisztáni kivonulás és sok minden, hogy ebben az esetben hát a republikánsoknak kellett volna nyerni. És úgy gondolják sokan, hogy Trump azért vesztes, mert olyan jelölteket erőltetett fel kulcsfontosságú úgynevezett csatatér államokba, mint például Pennsylvania, Arizona, Nevada, New Hampshire, ahol lehetett volna nyerni, és mind vesztettek, mind a négy szenátori jelölt vesztett. Ennek megfelelően lett többsége a demokratáknak a szenátusban, és hát most egy kicsit meggyengülve került ki. Sokat mondó az, hogy amíg a tavaszi szípeknél volt egy úgynevezett straw poll, tehát egy ilyen próbaszavazás, akkor 69%-ban a republikánsok úgy látták, hogy ő az, akivel lehet nyerni. Most viszont már ez az arány csökkent 47-re. Tehát 47-33 a legutóbbi felmérés szerint a republikánsokon belül a Trump-DeSantis párharc. Na most persze még mindig Trump a legerősebb, de hát a kérdés az, hogy mi lesz majd, amikor valóban beindul az elnökválasztási küzdelem. Klasszikusan annak idején Harold Wilson, mert ő brit volt, azt mondta, hogy egy hét is nagy idő a politikában, most pedig hát egy olyan szűk év van, hogy mindenki komolyan bedobja a kalapját a ringbe, hogy indul-e vagy nem indul. DeSantis esetében az a várakozás, hogy május végén lesz vége a törvényhozási ciklusnak Floridában, és akkor fog dönteni, hogy indul vagy nem indul. Igen, hát ugye Donald Trump megadta azért a rajtlövést az elnöki választásokhoz, hogy bejelentette, hogy ő bizony elindul kvázi, azt gondolom, tudom, egyetértek-e, ez tulajdonképpen egy ilyen előre menekülés az ő részéről. Ugye, de hát aztán vannak mások is, hogy ott van DeSantis, akit mindenki emleget, és azért ne felejtsük el, hogy a korábban igen esélyesnek látszó, és ugye a nők most mindig esélyesebbek, ugye Nikki Haley, aki azt mondta, hogy ha Trump indul, akkor ő nem indul, de hát ezt már régen mondta, és vannak azért még mások is. És hát most az a furcsa helyzet állt elő, azt gondolom Amerikában, hogy két évvel a választások előtt se a demokratáknál, se a republikánusoknál nincsen olyan jelölt, akiről azt mondhatnánk, hogy nagy valószínűséggel ő lesz majd a jelölt. Péter, ha
ha nálad van a kristálygömböd, akkor vedd elő, légy szíves, jó, hogy mi jó, azért ez alapján senki fogadásokat ne kössön, mert én 2016-ban is, hogyha pénzt kellett volna tenni, nem Trumpra tettem volna. Tehát ez független attól, hogy, és független attól, hogy az amerikaiak egyébként mit éreznek személyesen a jelöltekkel kapcsolatban, tehát rendkívül bonyolult, ahogy majd ki fog alakulni a jelölt, illetve majd a végleges győztesnek a személy, és én egy picit, ez spekuláció is, meg az egyén értékelésem része is, hogy annak ellenére, hogy a sajtó, amerikai sajtó, és tegyük hozzá, azért az amerikai sajtónak a jelentős része Trumppal ellenséges, tehát nem szeretné feltétlenül, hogy Trumpnak erős pozíciói maradjanak. Ott jelent meg az, hogy ez egyértelmű vereség Trump számára, de ha megnézzük a hátsó folyamatokat, hogy Donald Trump mennyi pénzt áldozott, vagy nem ő saját maga, hanem a közelébe álló akcióbizottság vagy donorok, az előválasztásokra, mint szenátori, mint képviselői, vagy akár kormányzói, vagy akár helyi törvényhozási előválasztásoknál elég sok pénzt áldoztak. Több pénzt áldoztak az előválasztásra, mint magára most a novemberi választásra. Ez egy kicsit azt a érzést kelti bennem, hogy Donald Trumpnak az volt a fontos, hogy a republikánus párton belül mutassa meg, hogy ő erős. Tehát, hogy a republikánus párton belül azok a jelöltek, akiket ő támogatott, azoknak egyébként, és ez a tény, azoknak a 90%-a nyert az előválasztásokon. Attól függetlenül, hogy mennyire voltak erősek, és utána vereséget szenvedtek a végleges választáson. Tehát ki kell pipálni, hogy igen, Make America Great Again, vagy a Trump sapka ott van a republikánus párton belül, más nem merjen elindulni. Ez a része igaz. Benne van egy picit az is, hogyha túlnyerik magukat a republikánusok, a túlnyerés az most elég relatív, hogy mit jelentett volna, de például, hogy a szenátust is megszerzik, és egy jóval stabilabb többséget a képviselőházban, akkor azért lehet egy olyan választói igény, hogy akkor csináljatok már valamit. Tehát nagyon könnyű az ellenzékből ráfogni a másik pártra, vagy az elnökre, hogy ezt meg ezt nem tettétek meg. A választó nem biztos, hogy azt a bonyolultságot megérti a hatalmi ágak megosztásánál, hogy attól még, hogy a képviselőház és a szenátus republikánus, attól még nem ők fogják irányítani az országot, de az elvárás növekedhetett volna. Most nem fog növekedni az elvárás a republikánusok felé. Ez a kis többség elég lesz arra, hogy Biden kritizálja folyamatosan a Biden adminisztráció különböző képviselőit, beidézze bizottságokba, állandóan nyilvános legyen, tehát napi rendet tudnak alakítani, de közben tudnak mutogatni bármilyen nem sikerült törvényhozási manővernél a szenátusra, vagy magára az elnökre. Ez nem rossz a republikánusoknak. Ez visszafelé is működik. Valamennyire igen. De attól még Biden lesz az adminisztráció feje. Tehát ha valamit elrontanak, és számunkra nyilván a külpolitika vagy külgazdaság érdekes, abban nem nagyon mutogathat túl sok mindenkire, mint magára az adminisztrációra. És pontosan emiatt a republikánusok oldalán ez a túlnyerés hiányában nyilván azt fogja eldönteni mondjuk a 2024-est, egyébként is azt dönteni el, hogy az előválasztásokon ki mer indulni Trump ellen. Mikor meri bejelenteni. Ő erős marad belül. Tehát ez most el is hangzott. Azt, hogy a DeSantis elérkezettnek érzi az időt arra, meg a családja, meg a barátai, hogy kitegyék-e magukat annak, ami teljesen várható, hogy Trumptól mit lehet kapni. És ez meg nagyon spekuláció, mi van akkor, hogyha a republikánus párt nem jelöli Trumpot, ő akkor is indul majd elnöknek? Igen, 90%-ra azért reflektálnék olyan szempontból, hogy az Egyesült Államok választási rendszerében nagyon ügyesen föl van osztva a republikánusok és a demokraták között a körzeteknek kb. 88-85%-a. Tehát nem az a baj, hogy 90% nyert, hanem az a baj, hogy az a 10% ott vesztett, ahol csatatér állam volt, tehát ahol volt komoly küzdelem, mert a nagy többség teljesen biztos, bombabiztos republikáns körzetekben nyert. Egy másik republikánsra szemben volt, hogy két republikáns indult, mondjuk Alaszkába. Igen, hát oké. Akkor, ha már átjöttünk ide, mi van a demokratákkal? Ugye ők sincsenek azért nagyon jó helyzetben, ilyen előkjelölés szempontjából.
Hát a demokratáknál sem lett azért felhőtlen az öröm, és a demokratáknál legalábbis én úgy látom, hogy ott is azért lesznek belső harcok, főleg generációs kérdésekről van szó. Már korábban is a demokrata párton belül ezek a fiatal, idézőben feltelekvő ifjú törökök, nem törökök, hanem szomáliak és palesztinok és így tovább hátteret tekintve. Elégetlenek voltak a demokrata vezetéssel szemben többek között a képviselőházban, ahol a három legfelső vezető az mind 80 év fölötti. És feltetően például Nancy Pelosi, hogy vereséget szenvedett, a pártja valószínű, hogy őt ami fiatalabb, energikusabb valaki fogja követni. Sokat nem legetik. Nancy Pelosi uralta a képviselőházat egy személyben, nem nagyon foglalkozott azzal, hogy a többiek mit gondolnak. Igen, sokat emlegetik Hakeem Jeffries-t New Yorkból, de valószínű, hogy mások is, esetleg Steny Hoyer megy. A kaliforniai kormányzóról is beszélni. Kaliforniai kormányzó, tehát akik nem szeretnék még egyszer ezt a meglehetősen hát angol szóval patetikus, de ez nem a jó kifejezés magyarra pöztetke, de eléggé sajnálatra méltó Biden-Trump párharcot látni, azok izgalmasabbnak vélnék, mondjuk egy DeSantis és Newsom, egy floridai és kaliforniai kormányzónak a párharcát. Harris nem játszik? Tessék? Harris nem játszik? Az alelnök? Nem hiszem, hogy játszik. Megint csak az én benyomásom az, hogy esetleg az volt a terv, amikor ő alelnök lett, hogy őt felépítik majd, mert ugye beleülik a demokrata párt a választói törzs szavazóinak a profiljába. Hát a papíron nagyon jól néz ki. Igen, hát igen, papíron. Csak ilyen papírmasé figura hát igen, papír, lett belőle végül is, mert ami ügyet végül is rábíztak többek között a határ kérdése, az nem nagyon jó menedzserte, és gyakorlatilag hát láthatatlan, tehát nem sikerül felépíteni feltetően, és hogyha már arról beszéltünk, hogy Bidennek nem nagyon jók a mutatói, akkor Harrisnek még rosszabbak a mutatói. Kicsit hát cinikusan az ember azt mondhatná, hogy a másik oldalról a Bidennek az életbiztosítása Harris, tehát az nem nagyon fogják adott esetben, amikor a 25. alkotmánykiegészítést alkalmazni ellene, ugye ami a fizikai vagy szellemi képességeknek a gyengülésé miatt esetleg el lehet távolítani az elnököt, mert akkor Kamala Harris jönne, és akkor a kettő közül még mindig, ugye az az általános benyomás, hogy azért Biden még mindig jobb választás. Amerikáról beszélünk, de kicsit nézzük meg az amerikai politikának egy aspektusát, amit nem lehet most figyelmen kívül hagyni, különösen, hogy Trump tegnap egy elég durva bejelentés tett, ez az Ukrajnának való segítségnyújtás. Péter, szerinted ez változni fog, mert ugye spekulálnak, hogy most... Ez spekuláció, meg tehát ez túlzás lenne, meg nem is szeretném magamat se Oroszország, se Ukrajna szakértőként beállítani, hanem tehát a hírek követőjeként, és az amerikai logikát valamennyire ismerve. Tehát az Egyesült Államok szempontjából ez kritika is lehet, meg akár pozitívumként is értékelhető, hogy a háború Ukrajnában, vagy annak a tétje az a világrenddel kapcsolódik össze. Tehát azzal a világrenddel, amit az Egyesült Államok tart fent, vagy az Egyesült Államok hozzájárul, ez az Egyesült Államoknak megérte. Nagyon sokat utaltunk rá, az elmúlt 30 évben, 10 évente, hogy ez a világrend már nem él, újat kell tervezni, mert mindig van valamilyen esemény, de ez a világrend van. Ez a világrendet egyébként azért ne felejtsük el, hogy az oroszokkal vagy a Szovjetunióval együtt hozták létre. Tehát, és sok mindenkinek sokszor megérte.
mindezt. Az Egyesült Államok szempontjából, és főleg, hogy a szavazókat nézzük, és a választások környékén nyilvánvalóan ez a legfontosabb, akkor ennek a rendnek a fenntartásának a költségei lecsapódhatnak, vagy megjelenhetnek. Miért van az, hogy az Egyesült Államok egyedül kell, hogy ezt a terhet viselje, miközben ott vannak a gazdag európaiak, nézve ezt Amerikából, miért nem ők fizetnek? Tehát ez a következő két évben megerősödhet. Tehát nyilvánvalóan a republikánus oldalról ez a nyomás meg lesz, hogy az Egyesült Államok kevesebb pénzt áldozzon, ne úgy áldozzon pénzt. Akkor pedig, hát nem lehet hagyni, mert az a cél a világrend fenntartása, de nem lehet hagyni azt, hogy akkor mindent visszafordítunk. Akkor az európai szövetségeseken lesz nagyobb nyomás, hogy több pénzt áldozzanak Ukrajnára. Nyilván meg fog növekedni az igény arra, hogy minél hamarabb zárják le a háborút, de hát az nagyon nem mindegy, ennek meg pláne nem leszek nemzetközi jogi szakértője, hogy ennek milyen következményei lennének a különböző forgatókönyveknek. Attól függetlenül, hogy a szenátus, amelyik súlyosabb vagy fontosabb lehetett volna ebben a kérdésben, demokrata maradt, én azt gondolom, hogy a nyomás folyamatosan nőni fog a Biden adminisztráción, hogy ne legyen végtelennek tekintett ez az amerikai támogatás. Azt viszont tudjuk, hogyha végesnek gondolnak egy támogatásra egy ilyen helyzetben, akkor az kudarccal, vagy valószínűleg kudarccal fog véget érni. Ahol nem végesnek gondolták, mint Németország megszállása a II. Világháború után, vagy Japán, ott azért teljesen más eredmények voltak. Hát főleg az oroszokkal, ugye, akik igen, akkor kivárják, ha bármi is történik. De Donald Trump tegnap azt mondta, hogy csökkenteni kell az Ukrajnának. Igen, hát én ez az, amit mondok, hogy a republikánus oldalról nagyon régóta, és egyébként a Heritage Alapítvány, aki Trumphoz, illetve a republikánusoknak a jobb szárnyához egyértelműen közelebb van, nagyon sokszor nem vették komolyan, amiket mondtak, főleg külpolitikában, miközben rendkívül meghatározóak a washingtoni körökben republikánusok között. Ők az elejétől azt mondták, hogy nem biztos, hogy kellene áldozni pénzt Ukrajnára, mert az a konfliktus csak el fogják nyújtani. Most mindegy, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet. Tehát itt nem is azt akarom megítélni, hogy igazuk van-e vagy sem, hanem hogy ők befolyásos szóval, meg befolyással rendelkeznek külpolitikai nézetekkel, és Trump is figyeli ezeket. Tehát a Trump az nem magától találja ezeket, hanem meglovagol olyan érzéseket, amik egyébként léteznek meg demokrata oldalon is. Tehát ő nyerni akar először is az előválasztásokon. Nem szeretné, hogy túl erős jelöltet ellene elindítsanak, nem érjen. Akkor viszont olyanokat kell mondani, ami pedig a középnek, vagy az átlagnak. Igen, de hát azért ez a oroszokkal, meg a kínaiakkal való hát szembefordulás, szembenállás azért az eléggé benne van az amerikai társadalomban, úgyhogy azért nagyon gyors és radikális változást nem nagyon lehetne várni, Tamás, szerintem. Igen, többek között ez az Ukrajnáról szóló hát enyhely vita, és valóban a Heritage mellett a republikánus kongresszusi vezetés sem nagyon lelkes. Tehát Kevin McCarthy azt mondta, hogy jobban megnézik, hogy jobban költik a pénzt. Michael McFaul, aki a külügyi bizottságnak az elnöke lesz, most eddig csak rangidős republikáns tag volt. Ő is szeretné, hogyha a pénzeknek a folyását jobban meg tudnák nézni. Többek között azért, mert hogyha most az afganisztáni háborút nézzük, akkor később kiderült, hogy a 65 milliárd dollárból 19 milliárd az kézen közön, főleg kézen eltűnt. Igen, de hát ez is elég jelentős pénz volt. És most is hát mindenfajta hírek szólnak arról, hogy fegyverszállítmányok és sok minden egyéb az máshol landol, mint ahol kellene. És visszatérve arra, amit elkezdtem mondani, körkörös irányba haladok, hogy azért
kérdőjelezik meg sokan stratégiai szempontból ezt az ukrán támogatást, mert ezzel Oroszországot közelebb lökik Kínához, és gyakorlatilag, hogyha ez a Kissingeri, Nixoni háromszögelés lenne az, ami célvezető, tehát hogy közelebb legyen Egyesült Államok Kínához, mint Oroszország Kínához és Oroszországhoz, mint Kína. Ez nem egy jó stratégia. Tehát úgy gondolják, hogy ez bizonyos szempontból nem olyan jó helyen, nem a jó ellenséggel és nem a jó időpontban történő beavatkozás. Ugyanakkor viszont az is a stratégia, hogy Oroszországot meggyengítsék. Csak hát a kérdés az, hogy ez egy nagyon keskeny mesdje, hogy annyira azért ne távolítsák el Oroszországot, hogy Kínának egyfajta junior partner legyen, viszont a kínaiaknak is vigyázni kell arról, hogy azért túlságosan közel ne menjek az oroszokhoz, mert végül is a kínai gazdaság az nem az orosz exporttól függ, hanem az amerikai technológiai, meg a nyugat-európai technológiai transfertől és exporttól. Ha nem lenne ilyen szigorú a főszerkesztőnk, akkor most egy negyed órát még Kínáról beszélgetnénk, meg a háromszögről, ha van egyáltalán, mert hogy inkább két szög plusz Oroszország. De hát ugye azt azért látjuk, hogy Kína nem nagyon akarja, hogy túl közel kerüljön hozzá Oroszország, és ha optimisták vagyunk, egy kicsit legyünk kivételesen. Tudom, ez nem egy jó magyar szó, vagy rossz magyar szokás, de hadd legyünk egy kicsit optimisták. Azért ez a múltkori Biden és Xi találkozó azért úgy tűnik, hogy talán megállította legalábbis a kapcsolatok romlását, de hát ezt majd meglátjuk. Majd legközelebb erről fogunk beszélgetni, mert most lejárt az időm. Nektek köszönöm szépen, hogy eljöttetek, meg azt, amit elmondtatok. Lehetne érdekesebb vitákat is, ha elméletileg tartani, hogy olyan valakivel lenne, olyan két ember lenne, akik nagyon nem értenek egyet, de azért azt azért nem igazán, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most pont jó volt, hogy megbeszéltük, hogy mi történt és miért az amerikai választásokon. Lesznek még amerikai választások, de titeket még előbb meg foglak kérni, mint a következő amerikai választások, úgyhogy kedves nézőink is készüljenek föl lelkileg, hogy Magyarics Tamás és Rada Péter még azért szerepelni fog ebben a műsorban. Hát én meg hát bárki bármit mond, ugye körülbelül két hét múlva ismét itt leszek, mert hogy ez a külpolitikai kitekintő, a heti tévé én szerintem legjobb műsora, már van, aki szerint egy másik műsor a legjobb, de mindegy, az a lényeg, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez az. Nézzenek minket, ajánljanak minket tovább, és hát remélem, hogy tanultunk. Én biztos tanultam ebből a műsorból, és nem is volt elvesztegetett idő, sőt, azt gondolom, hogy nyertünk vele egy fél órát, amit most itt érdekes és tanulságos beszélgetéssel töltöttünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Jó estét, reggelt, éjszakát, napot, ki mikor nézi a műsorunkat, és jöjjenek vissza. Decemberben nagyon érdekes műsorokat gondolok. Évvégét értékelendő fogunk meghívni szakértőket. Mondjuk el, hogy milyen volt ez az év, és mit várunk a következőtől. Aztán a viccet nem eséljék el, kérem ezt a szokásos viccet, hogy ez egy közepes év volt, hogy rosszabb, mint az előző, de jobb, mint a következő. Én remélem, hogy nem erről van szó, de majd megbeszéljük szakértőinkkel december folyamán. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, minden jót kívánok, viszontlátásra!